Ezzel a beállítással egy kicsit úgy érzem magam, mint hogyha valami olyasmi lenne a csatornám neve, hogy Andris ruhás kuckója, vagy valami ilyesmi. Viszont most az ablakkal szembe akarok ülni, mert így van természetes fény, és túl nagy macera lenne most itt mindent átrendezni, úgyhogy a gardróbomból jelentkezem. Mondtam nektek az előző videóban, hogy a következő videóba ti is beleszólhattok, ami azt jelentette, hogy most fogok készíteni egy olyan videót, hogy írtatok nekem állításokat. Direkt kértem Instastoryban, hogy olyat írjatok, vagy olyanokat írjatok, amikről gondoljátok, hogy igaz rám, de még nem mondtam el, vagy még nem beszéltem róla. Gondoltam, dobjuk fel ezt egy kicsit azzal, hogy eszem. Igen, nálam, hogyha valamit fel kell dobni, úgy érzem, hogy snasszos, ez egy szó, akkor jön az, hogy eszem. Nekem így nincs más, ami ezt így fel tudná dobni, úgyhogy egy kis KFC mukbang keretein belül fogok válaszolni az állításaitokra, amiket írtatok nekem. És egyébként még soha ennyien nem írtatok semmilyen videómhoz. Hagyjuk. Ja, és kövessetek Instagramon, mert ott tudtok egy legközelebbi ilyen videómhoz, meg stb. Így segíteni nekem. Ugyanis mostanában azért tervezek olyan videókat, amiben ti is beleszólhattok. Ilyesmi. A KFC-ben régen nem szerettem a sima chili szószt, és most kipróbálom újra, hát ha azóta megszerettem, mert ugye a barbecue-t sem szerettem, és most már azt amúgy nagyon szeretem, és tök sokszor kérek. Nagyon sok állítást választottam ki, mert nagyon sok jót írtatok, de tényleg voltak köztük olyanok, hogy így meg is lepődtem, hogy ti esetleg ennyire ismertek engem, vagy ennyire átjön a személyiségem. Voltak olyanok, amikre nem gondoltam. Szóval az első az az, hogy magasabb vagy, mint 170 centi. 178 centi vagyok egyébként, és nagyon fura, de ez egy ilyen visszatérő kérdés folyamatosan. Azért gondoltam, hogy ezt így az elején tisztázom, mert nagyon sokan kérdezitek, hogy milyen magas vagyok, ami nem is gondolnám, hogy ennyire érdekel embereket, de 178 centi vagyok. Ja. Most jöjjön egy mélyebb. Ez pedig az, hogy nem szeretnék kapcsolatot. De ez nekem annyira fura, mert nem mondom, hogy nem szeretnék, vagy hogy nincs a fejemben ez, viszont amikor meg tervezek a jövővel kapcsolatban bármit, az meg így mindig rájövök, hogy egyedül tervezem. Szóval, hogy soha nem az, tehát, hogy például albérletbe elköltözés, és az így nekem a fejemben úgy van, hogy egyedül. És nem úgy, hogy valakivel. Szóval, hogy tudat alatt gondolkodom, így nem úgy, hogy tehát sosem jut eszembe, hogy esetleg valakivel elköltöznék, hanem hogy így egyedül. Minden így úgy állt be így a fejemben, hogy egyedül fogom véghez vinni, úgyhogy ez fura, de nem tudok válaszolni. Valamikor azt érzem, hogy jó lenne, de valamikor pedig azt érzem, hogy így nem is azt érzem, hanem, hogy ne eszembe se jut. Őszintén. A következő az, hogy utálom a macskákat, és ezt kikérem magamnak, ugyanis imádom a macskákat. Fura, hogy így választani kell, hogy most ki kutyás és ki macskás, viszont ha választani kell, akkor egyetemen macskás vagyok. Nem tudom, miért alakult ez így, de imádom a macskákat. A következő állítás, hogy félek a rovaroktól. Nagyon. Vagy hogy mondjam, nem az, hogy félek, nem az van bennem, hogy ú, de félek tőle, hanem így undorodom. Tuti megvan nektek is, hogy mondjuk felemelsz egy követ egy kiskorodba, és alula így ilyen raj, vagy hogy mondják ezt, ilyen bolyban, és szétfutnak ez számomra borzasztó. Szóval, hogy ilyen sokan vannak, így mozognak, úgyhogy meg amikor mutogatnak ilyen videóban ilyen make-up tárt, és ez a sok méh így nem veszem el a méhek értékét, tudom, hogy milyen hasznosak, meg ilyenek, de nekem így rájuk nézni, hogy így nagyon sokan vannak, és így együtt mozognak. A hideg is kiráz. A következő, amit írtatok, hogy maximalista vagyok, hogyha valami engem nagyon érdekel, és nagyon, tényleg, akkor bármit megteszek. És szerintem vannak emberek, akik azt mondják, hogy bármit megteszek érte, hogyha valami. És szerintem vannak emberek, akik ezt így nem, tehát ez nem feltétlenül igaz. Csak így azt gondolják, hogy bármit megtesznek, de én tényleg olyan vagyok, aki így elmegyek a falig, és néha már szerintem túlzás, amit csinálok, és ez nagyon sokszor idegesít embereket, de ha nekem van egy célom, hogyha az pici, hogyha nagy, nagyon rámenős tudok lenni, vagy nagyon ilyen kell, és meg kell csinálnom, és csak az van a fejemben, hogy itt vagyok A-ba, és el kell jutnom B-be, legyen bármiről is szó, és hogyha az az út az ilyen kacskaringós, vagy bármit, de én nagyon akarom, akkor ezt mindenképpen megcsinálom, és a maximumra törekszem abszolút
hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Tök jó példa erre, hogy én nem is tudom elmagyarázni, vagy megmondani, hogy miért volt számomra annyira fontos, hogy kitűnő tanuló legyek mindig, de a tanulásban nem ismertem olyat, hogy én úgy készüljek fel egy dolgozatra, hogy ne az ötösért menjek. Tehát, hogy ilyen nem volt. És visszagondolva, már nagyon máshogy csinálnám, nem azt, hogy készülök fel, vagy hogy az öt, mert ugyanúgy az ötöst szeretném, csak nem minden áron, vagy nem ilyen, értitek, nagyon görcsösen maximalista vagyok dolgokban, amiket fontosnak találok. Amikor iskolába jártam, akkor csak iskolába jártam, ezért azt éreztem, hogy ebből kell kihoznom a maximumot, mert ez van itt. De hogyha valami nem érdekel, akkor nem úgy nem. A következő, hogy inkább kajákat rendelsz, mint hogy saját magadnak készítsd el. Félig igaz, de rendelni nem szoktam, hanem inkább elmegyek érte. És amúgy ez azért van, mert sokkal gyorsabb, tehát a főzés folyamata az így kimarad. Illetve valahogy jobban szeretem azt, amit más csinál. Például anyafőzését sokkal jobban szeretem, mint az enyémet, pedig szerintem én is jól főzök, csak úgy jobb, ha más készíti, vagy hogy mondjam, így szívesebben eszem meg, mert hogyha én sem, akkor hogy tudom, hogy mi van benne, értitek? Én azt feltételezem, hogy csak egyszer voltál eddig szerelmes. Hát erről nem tudom, mit kéne mondanom, igaz. Egyszer. Egyszer voltam. Nem lehet jó vége. Mindegy. Szerintem nem vagy vallásos típus. Nem azért, mert baj lenne, ne érts félre. Nem értettem félre, de egyébként vallásos típus vagyok. És szerintem, hogyha én erről nekiállnék beszélni, hogy ez hogy fér össze a személyiségemmel, meg mindennel, az egy külön videó lenne, úgyhogy erről most szándékosan nem kezdek el beszélni, vallásos vagyok, és minden célomnak, mindennek így az alapja a hitem, az, hogy hiszek valamiben, de ezt nem kezdem el magyarázni, hogy én hogy gondolom, mint gondolom, mert tényleg ez nagyon hosszú lenne, de nem igaz. Jó voltál kisgyerekként? Meglepően igen. Én egyébként magamról, így videókon keresztül szerintem azt gondolnám, hogy rossz voltam, de nem, tényleg jó kisgyerek voltam. Amikor nagyon kicsi voltam, akkor így visszanézek videókat, arról az időszakra, amikor nagyon kicsi voltam, és mindig meglepő, hogy mennyire szót fogadtam anyának, meg így azt csináltam, amit mondott. És szerintem ez mondjuk kitartott olyan 8-ig, és 14 évesen kezdtem el így kamaszodni, de az én esetemben az volt ilyen nagyon durva, csak inkább ilyen járt a szám folyamatosan, szóval visszaszóltam, megmondtam a magamét, de nem csináltam furcsa, mint hogy nem csináltam ilyen olyan dolgokat, hogy jaj, most lázadó vagyok, csak nem bírtam befogni a pofám, ennyi volt igazából a probléma. A következő, hogy olyan ember vagyok, aki bárkivel képes szót érteni. Hamis. Abszolút hamis. És egyébként ti azért láthatjátok ezt, mert ugye a videókban, meg úgy veletek, nyilván szót értek, mert szimpatikusak vagyunk egymásnak, meg a videókban olyan emberekkel vagyok, akik szimpatikusak nekem, és feltételezem, hogy én is nekik. Viszont vannak kínos helyzetek, amikor így nem is nyitnék őszintén, vagy úgy azt érzem, hogy látom, hogy úgy nem hasonló az érdeklődési körünk, nem hasonló a humorunk. Ilyenkor nem, tehát nem is az, hogy nem értenék szót az adott illetővel, hanem úgy meg sem próbálom. És meg szerintem azért az életem során azt tapasztaltam, hogy azért vannak emberek, akik nem kedvelnek engem, szóval, hogy és látom, hogy nem vagyok szimpatikus, mert azért tudok sok lenni, és látom, hogy nem vagyok szimpatikus, és akkor azt így elengedem, szóval nem. Értitek, hogy miről beszélek. Na, pont egy ilyen következik, hogy mindenkinek már elsőre szimpatikus vagyok. Nem. Abszolút hamis szerintem. Én szerintem nem az az ember vagyok, aki legelsőre szimpatikus, hanem így inkább így több találkozás után, hogy folyamatosan nyílok meg, vagy ilyenek, akkor leszek az, de szerintem elsőre senkinek nem voltam szimpatikus a barátaim közül. Igen, azt a... Bármit megtennél csak, hogy egész életedben jó kajákat egyél és ne hízd meg. Szerintem, ha most lehetne egy kívánságom, az ez lenne. Úgyhogy igaz. Nagyon önző tudsz lenni. Remélem azt mondod, hogy nem így van, csak valamiért ez jön le. Így van. Szerintem ez igaz, és amúgy ez például egy olyan volt, hogy meglepett, hogy ez miből jött le így videókon keresztül, de szerintem pont amit az előbb mondtam, hogy ha valamit nagyon akarok, akkor bele tudok esni abba a csapdába, hogy nem veszem észre, hogy a körülöttem lévők mit akarnak, vagy hogyan akarják, hanem így ezt nem tudom elmondani, nem vagyok... Vagy önző vagyok? Nem mindenáron vagyok önző, de vannak dolgok, amikben nagyon önző vagyok.
Igen. De van, amikor meg nagyon nem. Nem tudom kijelenteni magamról, hogy önző vagyok, hanem vannak helyzetek, amikben önző vagyok, de van, amikor meg nagyon nem vagyok önző, és nagyon háttérbe tudom szorítani. Vagy ilyen van? Jó, igen, valószínűleg önző vagyok. Hogyha meg elgondolkodtam rajta, akkor gondolom, igen. Volt valaha barátságnál több között Barbiehoz? Nem. Soha nem volt semmi barátságnál több közöm a Barbiehoz. Szerintem feminista vagy. Na, ezt azért tettem bele, mert szerintem ezt a szót nagyon sokan félreértik, nagyon sokan nem értik, hogy mit jelent ez a szó, és nem is én leszek, aki ezt elmagyarázza, de jó, most ilyen flagma youtuber vagyok, ilyen... Nem én leszek, aki nem, azért nem magyarázom el, mert ez is nagyon hosszú idő lenne, hogy én kifejtsem, hogy mi az, hogy feminista, meg hogy én mit értek alatta, vagy hát, hogy... De abszolút igen, feminista vagyok. Szerintem van, amikor valamit nem mondasz ki, amit gondolsz, hanem inkább magadban tartod. Ezt is nagyon két részre tudom osztani, akiket nagyon jól ismerek, és a barátaim, és közel állnak hozzám, családom, stb. Ott sosincs ilyen, szóval ott szerintem keményen őszinte tudok lenni. Viszont, ha valaki ilyen fele barátom, vagy haverom, vagy nincs egy kis haverjaim, ez a szó alapból ilyen gusztustalan számomra, hogy haver, na mindegy, vagy egyáltalán nem ismerem, akkor abszolút. Szóval akkor csak így nem érzem érdemesnek, hogy akkor úgy érzem, hogy majd neki az, aki a jobb barátja, vagy aki közelebb áll hozzá, majd elmondja erről a véleményét, hogy mit gondol, de én sokszor érzem azt olyan embereknek, akik nem állnak hozzám olyan közel, hogy nem éri meg, és neki sem érné meg, hogy én elmondjam, mert most én ki vagyok, hogy én itt beleszóljak, vagy elmondjam, ha esetleg negatív a véleményem. És őt sem szeretném ezzel bántani, mert én nem állok hozzá olyan közel, hogy én ezt megtehetném, és jogosnak érezném, illetve magamat sem akarom olyan helyzetbe hozni, hogy most minek álljak bele egy olyan dologba, ami érzem, hogy nem az enyém, vagy nem vagyok érte felelős. Viszont a családomnál és a barátaimnál meg abszolút azt érzem, hogy felelős vagyok az ilyen dolgokért, és nem hunyhatok szemet a felett, hogy elmondjam az őszinte véleményemet, akkor is, hogyha az fájó. A következő, hogy imádom a meséket, és ez abszolút igaz. Többször kívánom meg azt, hogy mesét nézzek, mint hogy rendes filmet. Vagy hogy mondjam, hogyha nem találok filmet, akkor biztos, hogy mesét fogok nézni. Hogyha mondjuk így Netflixen nézelődöm, és azt hiszem, hogy egyik film se érdekel, akkor az egyből az ugrik be, hogy akkor nézek mesét, és abból mindig találok olyat, ami nagyon érdekel. És szerintem sokan lenézik a meséket. Szerintem sokszor inkább felnőtteknek kellene, hogy szóljon, mint gyerekeknek. És szerintem a mesékből is nagyon sokat lehet tanulni felnőtt korban is. És nem csak gyerekkorban. Meg tényleg vannak olyan mesék, amiket így, tehát hogy elviszik a 8 éves gyereket rá, és én értem, hogy miért, mert színes, meg szereti a meséket, meg ilyenek, de a valós üzenetét a mesének nem érti meg, és tök jó, hogy ott ül a szülő, aki meg megérti. Szóval én nem gondolom, hogy a mese csak gyerekeknek lenne való, sőt. Na, a következő, hogy írtó jó fej vagy... Biztos jól lehet veled lelkizni és röhögni a semmin. Ezt nem azért tettem bele, hogy helyeseljek arra, hogy igen jó fej vagyok, hanem azért, mert szerintem, hogyha engem így barátság szintjén kéne jellemezni, akkor lehet, hogy ez a két dolog lenne a legfőbb pozitívum, hogy jól lehet velem lelkizni és röhögni a semmin. Ezt a két dologot biztos lehet velem, hogyha igazán közeli barátok vagyunk. Valószínűleg könnyen leszel nyűgös hiszt is. Erre csak annyit tudok mondani, hogy abszolút igaz. Hagyjuk is. Buliban te vagy a buli lelke. Szerintem nagyon sok minden a hangulatomtól függ, és ezért csomószor van az, hogy túl magasra teszem a lécet egy bulin, ahol mondjuk jó hangulatban vagyok, és jól érzem magam, és minden rendben van, semmi miatt nem érzem magam rosszul. Azokon a bulikon szerintem nagyon magasra teszem a lécet, viszont vannak azok a bulik, amikor meg nem olyan jó a hangulatom, és akkor nagyon le tudok ülni, viszont akkor, mivel tudják a barátaim, hogy az előző bulin, meg mennyire én voltam a buli lelke, elvárják tőlem ugyanazt, és valamikor nem tudom ugyanazt hozni, mert nem érzem jól magam. Szóval értitek, hogy mit mondok. Hát ez sok mindentől függ. Úgyhogy nem minden esetben van így. Néha imádsz gonosz lenni az általad nem kedvelt emberekkel. Ezt azért tettem bele, mert szerintem volt ilyen időszakom, mondjuk ilyen 15-16 évesen. Most már abszolút nem gondolom így, de én sem vagyok egy szent lélek, és nekem is volt ilyen 15-16 évesen, mondom ebben a tinédzser furcsa korszakomban, hogy ez így volt. Egy veszekedésnél nem hagyod magad, ez is régebben volt szerintem inkább jellemző, hogy minden áron igazam kell, hogy legyen, és nekem aztán nem mondhatja meg senki, hogy mi van.
Most sem hagyom magam veszekedésben egyébként, de sokkal érettebben veszekedem, vagy vitatkozom, mint régebben. Bármi történik, kiállsz a barátaid, családod mellett, mert ők a legfontosabbak. Abszolút így van. Hát ezt nem is magyaráznám, igen. Azt feltételezem rólad, hogy nem vagy felszínes ember. Nagyon rossz vagyok, kifejezetten rossz vagyok a felszínes beszélgetésben, vagy bármi olyan valami felszínes. Például én ezt gyűlölöm, amikor... Jó, bocsánat, hogyha valamelyik barátomat ezzel megbántom, de hogy valaki közeli barátom kér tőlem egy szívességet, és megcsinálom neki, és kapok cserébe mondjuk egy csokit. Vagy hogy valami, egy ilyen gesztust, hogy köszönöm szépen, hogy ezt így meg... És így... Egyrészt én soha nem csinálok ilyet, mert hogyha valaki a közeli barátom, akkor ugyanúgy, ahogy én segítek neki, elvárom azt, hogy ő is segítsen, és én sem adok cserébe semmit, mert barátok vagyunk, és van köztünk ez a szoros kapcsolat. Nekem ez a gesztus annyira fura, szóval én kapni sem szeretek ilyenkor dolgokat, hogy így tessék itt egy tábla csoki, köszönöm szépen, hogy segítettél, mert annyira alap, hogy segítek, hogyha ilyen közeli viszonyban vagyunk, hogy én ezt nem szeretem. Úristen. Amit így feláll a szőre hátamon, vagy ezt hogy mondják, az, amikor ilyen felszínes beszélgetést kell lebonyolítani. Mert hogy ilyen olyan kérdéseket tesztek fel egymásnak, mivel gondolom így rákényszerültök erre a helyzetre, amik valójában nem is érdekelnek. És én ezeket a beszélgetéseket utálom, én nagyon így menekülök ezekből. Szóval abszolút utálok mindent, ami felszínes, hogy minden ilyen gesztus, minden ilyen beszélgetés, szóval abszolút nem vagyok jó ezekben, és nem is vagyok felszínes ember. Ezt azért teszem bele, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nevettem rajta. És elküldtem Barbie-nek, és ő is nagyon nevetett rajta. Új évkor te és Barbie barátja összeverekedtetek, mert megfogtad Barbie seggét. Én ezt hallottam. Nem. Szerintem elég jobban vagyunk a Krisztiánnal, és nem történt semmi ilyesmi. És ami ebben így van, az vicces, de nem történt. Igen. Nagyon hangulatember vagy, magamból indulok ki, nagyon hasonló a személyiségünk. Igen, abszolút így van. Jobban kijössz a lányokkal, mint a fiúkkal. Ez nem is kell magyarázni szerintem. Oviban, bölcsiben is lányokkal barátkoztam, és nekem ez egyértelmű volt. Úgyhogy nem az, hogy jobban kijövök velük, hanem inkább azt érzem, hogy a lányokkal nagyon jól kijövök, a fiúkkal meg nem jövök ki. Szóval, hogy nem az, nincs ilyen jobban, mint, hanem a tapasztalataim alapján, és sajnos így van, hogy vagy hát én annyira nem bánom, de szerintem csak a lányokkal jövök ki igazán. Ezt szar így kimondani, de tényleg mindig így volt. Szeretsz bulizni, lételememnek gondolom azt, hogy buli, jól érezzük magunkat, stb. Úgyhogy abszolút. Kevés emberben bízol meg, de akiben igen, abban nagyon abszolút igaz, és nagyon sokszor nem értem, hogy vannak emberek, akiken így érzem, így oda szólnék, hogy ne fiú, túl hamar nyílsz meg, még úgy, hogyha nekem nyílik meg, és tudom, hogy én nem fogom továbbadni senkinek, meg ilyenek, de úgy érzem, hogy szerintem nagyon sok ember van, aki túl hamar bízik meg valakiben, és ez nagyon nem jó, és ez nagyon feltűnő. És azt sem szeretem, ha valaki bennem bízik meg túl hamar, bár mondom, hogy tudom, hogy én nem fogom továbbadni a titkát, én tényleg ilyen vagyok, de hogy lehetnék más is, tehát hogy így eljátszhatnám, hogy jaj, de jó fej vagyok, és ezért elmondhatod nekem a dolgokat, és szerintem legelőször én nem is szeretem ezt a látszatot kelteni, hogy mondjál nekem mindent, és beszéljünk meg, hanem majd, hogyha megvan köztünk az a bizonyos idő, aminek el kell tennie, és már megbízunk a másikban, és megvan az a bensőséges hangulat, akkor jó érzés elmondani egymásnak dolgokat, de abszolút, ehhez nekem idő kell. De elsipott a lábam, Jézus, nem is érzem. Bántottak kiskorodban az ovis és sulis társaid. Nem mondom, volt rá példa, de elég hálás vagyok, mert én ezeket szerintem egész jól megúsztam, és tök sok, hát így gyerekkorban vannak ezek a bántási felületek, hogy mit tudom én, dagi vagyok, és akkor ezért bántsanak, de amúgy én ezeket szerintem egész jól megúsztam, szóval tehát biztos volt rá példa, meg emlékszem is, hogy volt rá példa, de nem annyira sűrűn, és nem ilyen folyamatos bántás volt, hogy én ezt úgy éljem meg, hogy hú, most bántanak, hanem csak ilyen néha-néha. Úgyhogy volt rá példa, de nem volt jellemző. Na, épp most vágtam meg a videót, és valahova eltűnt a vége, szóval elköszöntem meg minden, de nincs meg. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha van kedvetek, akkor kövessetek Instagramon mindenképpen, mert akkor tudtok nekem írni ilyen videókhoz feltételezéseket, hogyha lesz ennek egy második része, vagy
Hát bármi másra. És feliratkozni se felejtsetek el, hogyha szeretnétek még több videót látni tőlem, illetve lájkoljátok a videót, hogyha tetszett. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, sziasztok!